Üdvözlöm a Bonyhádi Napló nézőit! 15 millió forintot költött a vízszolgáltató Bonyhádon az ivóvíz minőségének javítására. A beruházásra azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés is érkezett, aminek során a vízminőségét kifogásolták a Bonyhádon és a település környékén élők. A bonyhádi fogyasztók hozzászoktak ahhoz, hogy jó minőségű víz folyik a csapból. Ám a nyár folyamán több bejelentés is érkezett a szolgáltatóhoz, mely kifogást emelt a vízminőséggel kapcsolatban. Körülbelül május-júniusban érzékeltük, hogy az északi vízműnél nincs teljesen rendben a vízminőség. Bonyháron 14 kútból termelünk vizet, és abból 10 esetében vasas, mangános a víz, és ezt a vízművünk tisztítja meg. És ebben a vízműben lévő szűrő betét sajnos elhasználódott, és ez okozta a nyári vízminőségi problémákat. Ezt a szűrőbetét cserét beütemeztük, és végre is hajtottuk. Július 16-ára befejeztük a projektet, ami körülbelül egy két hétig zajlott, majd utána még voltak utómosatások és egyebek. Ez egy komoly rekonstrukciónak számít, az értéke is komoly, mintegy 15 millió forintba került, és ezzel alapvetően a bonyhádi vízminőséget helyre tudtuk állítani. Ám a víz minőségével újra problémák jelentkeztek, ami a víztorony karbantartásának munkáiból eredtek. Bonyhádról szolgáltatunk még Hidasra is, és Hidason is ugyanez a probléma jelentkezett. Illetve most körülbelül egy hete, szeptember 8-9-én jöttek panaszok a Tavasz utcából. Ez egy másik probléma volt, itt az egyébként beütemezett globuszmosással összefüggően volt némileg zavaros a víz. Ez a karbantartási munka együtt járt egy kisebb nyomás csökkenés, nyomás növekedése, tehát nyomás lökéseket okozott a hálózatban, és ez leválasztotta a csővezeték oldaláról azokat a vasas mangános rétegeket, amelyek a zavarosságot okozták. Kiöblítettük a hálózatot, befejeztük a karbantartást, és azóta is kopogjuk le bonyhádi vízminőséggel, minden rendben van. Eközben folyik a szennyvíztisztító telep beruházásának utolsó szakasza. A próbaüzem során kerül sor a szükséges műszaki beállítások véglegesítésére. Egy 8 éves előkészítő munka eredményeként indult a beruházás, aminek az összértéke körülbelül 1,7 milliárd forint. Április végén kezdődött a próbaüzem. Próbaüzem során állítják be a kivitelezők azokat a berendezéseket a helyszíni értékeknek megfelelően, ahogy azt majd üzemeltetni kell, illetve néhány pótmunka még zajlik. Reményeink szerint november végére befejeződik. Egyúttal befejeződnek azok a járulékos munkák is, amelyek a hálózaton mennek, például két szennyvíz átemelőnek a rekonstrukciója, szivattyúcserékkel együtt Bonyhádon, de Kakasdon is a legkritikusabb átemelőt felújítják, illetve Nagymányokon is hálózatszakaszokat cserélünk, sőt Bonyhádon is a Gyár utca szennyvízcsatorna szakaszát felújítják a kivitelezők. Azt reméljük, hogy ezzel ezeken a településeken, tehát Kismányok, Nagymányok, Cikó, Kakasd, Bonyhád a következő 30 évben a szennyvíz elvezetés és tisztítás problémája megoldódik. Megmentik az omladozó percelkúriát Bonyhádon. A város önkormányzata 1,5 milliárd forintos állami támogatást kapott a sportpálya felújítására és egy új sportrekreációs központ kialakítására, amit Bonyhád egyik legikonikusabb épületéből hoznak létre. A műemlékvédelem alatt álló épület átalakítása október végén fejeződik be. Zajlik a percelkúria felújítása és átalakítása. A több mint 200 éves ikonikus épületből sportrekreációs központot alakítanak ki. A bonyhádi önkormányzat a tavalyi év során 1,5 milliárd forint állami támogatást kapott a sportpálya felújítására és egy új sportközpont kialakítására. Tavalyi év közepén kezdtük el a munkálatokat, hogyha valaki helyi lakos is esetleg tudja, hogy hogy nézett ki ez az épület, azt gondolom, hogy ez már nagyon-nagyon régóta egy vágyott felújítási munka volt itt a városban, szinte az egyik legromosabb épület volt ebbe a Percel utcába.
az alapok megerősítésétől kezdve a tetőfőlajításig, a belső átalakításig komoly szerkezeti átalakítások voltak, úgy, hogy a magának az épületnek a jellege kívülről és belülről összességében nem változott meg. Tulajdonképpen minden fel lesz újítva az épületbe, tehát teljes rétegrend készül, új vakulatok, új homlokzat színezések, új nyílászárok, minden olyan káros, gombás szennyeződés, ami volt az épületekben, belső nyílászárokban, azok eltávolításra kerültek, kezelve lettek. Ez a természetvédelmi terület, ahol most vagyunk, nem sokan tudják, hogy ez az, itt Bonyhád közepén. Ennek a tér és park felújítása is megtörténik a munkálatok során, illetve az épület kap egy új kis bejárati, tulajdonképpen kőburkolatos részt alumínium nyílászárokkal. Én azt gondolom, hogy méltó megjelenése lesz ahhoz, hogy Bonyhád központjában legyen ennek az épületnek. Régen ez volt a cseléd szállás, ez ugyanúgy szálláshelyként fog funkcionálni. Talán ez volt a legromosabb állapotban, tehát ez máshol az ilyen épületeket inkább elbontják, de a műemléki voltából kifolyólag sikerült megmenteni az épületet, és azt gondolom, hogy aki idejön és megszáll ebbe az épületbe, azt talán nem is fogja sejteni, hogy ez egy régi épület, akár új épület is lehetne. Szakaszolhatóan lesznek kialakítva, külön konyhák, külön kis apartman részek készülnek el, lesz például szauna benne, jacuzzi, tehát azt mondom, hogy egy minőségi szállást lehet itt majd nyújtani akár sportolóknak, akár másoknak. Sokféle felhasználása lehet, abból is gondolva, hogy a sportcsarnok is nagyon közel van, tehát akár a sportolókhoz kapcsolódó olyan közönség, akinek kinyitják ezeket a kapukat, biztos, hogy örömmel fogják ezt használni. A projekt a megfelelő tempóban halad előre, és úgy néz ki, hogy a vállalt határidőre be is fejezik a munkálatokat. Az építőiparok kivitelezéseknél a határidő az mindig egy ilyen kényes pont, október végére kell átadjuk az épületet. Én azt gondolom, hogy el fogunk készülni, minden olyan befejező munkálatot csinálunk, ami ebbe a stádiumban megkövetelhető tőlünk, tehát a nyílászárok elhelyezése az folyamatban van, külső nyílászárok, belső hidegburkolatok elkészültek, a melegburkolásokat a jövő héten fogjuk elkezdeni, a festési munkáknál már csak az áró réteget kell felhordanunk, és a külső munkálatoknál pedig itt a nyár befejeztével fogjuk a kertépítési, illetve a térburkolási munkálatokat csinálni, melyeknek egy jó része már elkészült. Nyilván az alap kivitelezési munkák ezen stádiumban már kész vannak. Hál' Istennek sok ikonikus épülete van Bonyhádnak, ez az egyik. Talán ez volt a leginkább rászoruló arra, hogy ez fel legyen újítva. Szerintem a bonyhádiak többsége már 10 éve ezt kérdezgeti magától, vagy akár az önkormányzattól, hogy mikor lesz ez felújítva. Sajnos az önkormányzatok olyan pénzügyi helyzetben vannak, hogy ezt csak pályázati forrásból tudják megoldani. Itt erre volt lehetőség, sikerült ezt a pályázatot megnyerniük, úgyhogy ehhez gratulálok is az önkormányzathoz. Reméljük, hogy a bonyhádiaknak elnyeri tetszését az épület kívülről is. Ha valaki meg bejön esetleg egy rendezvényre, mert rendezvényeket is lehet tartani, akkor belül is megcsodálhatja majd a felújítást. Az épület műemlékvédelem alatt áll, így új köntösbe öltöztetve őrizheti meg régi pompáját. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Bonyhádon a piacra látogatók számára a járványügyi helyzet miatt. Vásárlóknak és eladóknak egyaránt kötelező lesz a maszk használat szeptember 18-tól a piac területén, amit hatóságilag ellenőriznek majd. Kedden és pénteken ne induljunk el maszk nélkül a bonyhádi piacra, ugyanis újra kötelező a használata. A fertőzöttek számának emelkedése arra késztette a piac üzemeltetőjét, hogy szigorítson a belépési szabályokon. Bonyhád környékén az igazolt fertőzött emberek száma növekvő tendenciát mutat, ezért felelős üzemeltetőként, piacüzemeltetőként munkatársaimmal együtt újra gondoltuk, kiértékeltük az aktuális helyzetet, és olyan döntést hoztunk meg, hogy jól lehet, tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy szabadtéri terület, de ennek ellenére nagyon nehéz érvényt szerezni a távolságtartási szabályoknak, ugyanis a piac területére látogató vásárlók, amikor szeretnének a termések közül válogatni, vagy pedig fizetni szeretnének, nem tartják be az előírt távolságot, ezért olyan döntést hoztunk, hogy szeptember 18-a péntektől kötelező jelleggel fogjuk megkérni a hozzánk betérő árusokat, illetve vásárlókat, hogy szájmaszkot kell viselniük, különben nem léphetnek a piac területére, és ezen intézkedés
érvényre juttatása céljából a rendőrséghez is fordultunk, járőr kollégák segítségével piacfelügyelő együttesen fog érvényt szerezni ennek a döntésnek. Minden a kormány által előírt óvintézkedést betartanak. A Bonyhádi piac olyan speciális helyzetben van, hogy nem lekerített területről beszélünk, és mondjuk egy fő bejárata lenne. Bonyhádon három helyről lehet megközelíteni. Ezeken a helyeken mindenhol figyelemfelhívó táblákat fogunk közzétenni, és fertőtlenítő szereket is fogunk biztosítani. Hetente két alkalommal lehet piacon vásárolni, kedden és pénteken. Pénteki az igazi erősebb nap, az már majdnem mondhatom, hogy vásári jelleget ölt. A kistermelőkön, őstermelőkön kívül szinte bármit lehet venni, szerszámtól kezdve, művilág bezárólag, élőállatig mindent. Egyszerre 2-3-400 ember tartózkodik a piac területén, de nyitvatartás idő alatt az odalátogató vásárlók száma az ezret is meghaladhatja. Igyekeznek megteremteni a megfelelő körülményeket, hogy a piac minél tovább üzemelhessen. Jogszabályi kötelezettség alapján az október 12-i héten lomtalanítást szerveznek Bonyhád közigazgatási területén. A lomokat az adott hulladékszállítási napon reggel 6 óráig kell majd kihelyezni a közszolgáltató számára. A bonyhádi lomtalanítás az mindig úgy van, hogy amikor egyébként is viszik a kommunális hulladékot, akkor kerül elszállításra a lomhulladék is. Tehát ha valahol hétfőn szállítják a szemetet, akkor a lomtalanítás is ugyanakkor történik, ugyanazon a napon. Bizonyos hulladékokat nem szállítanak el a lomtalanítás során, mint például autóalkatrészek, akkumulátor, gumiabroncs, nagyobb elektronikai berendezések, háztartási gépeket, veszélyes hulladékokat. Ezeket a hulladékokat a bonyhádi hulladékudvarban lehet leadni, mely a gyár utca végén található. Szűnnap csak vasárnap és hétfőn van, tehát a hét bármely napján nyitvatartási időben leadhatók ezek a hulladékok, amik a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra. A hatékonyabb munkavégzés és helyhasználás véget kérjük a lakosokat, hogy a nagyobb bútorokat szétszerelve helyezzék ki, illetve a zsákokat és a dobozokat csak olyan mértékben pakolják meg, hogy az kézi erővel mozgatható legyen, illetve semmilyen olyan veszélyes anyagot ne tartalmazzon, ami árthat esetleg a munkásoknak, például üvegdarabok vagy savak, lúgok, ilyesmik ne kerüljenek bele. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy három újabb üveggyűjtő ponttal bővült a város szelektív gyűjtő szigethálózata, melyek a Forberger utcában, a Rákóczi utca mögötti parkolóban található, illetve a Rákóczi és a Dózsa-György utca kereszteződésében és a Fáy lakótelepen a Bölcsödével szembe kerültek ki új hulladékgyűjtő edényzetek. Arra kérjük a lakosságot, hogy ebbe csak és kizárólag üveghulladékot helyezzenek, ugyanis gyakran tapasztaljuk, hogy ide lomokat, háztartási hulladékot, bontási hulladékot is elhelyeznek, mely plusz költséget jelent a város számára, és ugye hát látványnak sem túl szép. Gond szokott lenni továbbá az is, hogy korábban, illetve később rakják ki a hulladékot, ezért figyeljenek arra, hogy az adott nap reggel 6 óráig kerüljön ki a lomhulladék. Az nem baj, ha már az előző este kirakják, de hetekkel előtte ne tegyék ki. Figyeljék a hulladék szállítási napot, mert utólag már nem szállítják el a feleslegessé vált holmikat. Gruber László, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium földrajztanára és számos tankönyv írója nagy utazó is. Ezúttal Üzbegisztánban járt. Gruber László, a Bonyhádi Petőfi Gimnázium földrajztanára. A világ számos pontján megfordult már, volt ahol többször is. Úti élményeit rendszeresen tárja az érdeklődő közönség elé. Ezúttal üzbegisztáni útjának érdekességeiről mesélt a hallgatóságnak. Ez egy 2019-es út volt, valójában Vámbéri Ármin nyomdokain indultunk el, és az útunkra hál' Istennek támogatást is kaptunk Magyarország kormányától, illetve a Betlen alapkezelő ZRT-től, és négyen indultunk útnak, hogy felfedezzük egyrészt a Selyem út legfontosabb állomásait, ugye például Buhara, Híva, Taskent, Szamarkand vonalon utaztunk, jelentős régi közép-ázsiai hatalmas központokkal, jelentős kereskedelmi és kulturális központokkal.
Ezen kívül a természeti tájakkal is ismerkedtünk, ugye az Araltavat is meglátogattuk, ahol hát nem nagyon ajánlják, hogy az ember egy napnál többet eltöltsön. Nekünk sikerült hármat eltölteni ott, ugyanis nem beszélytelen hely. Itt most nem a bűnözésre kell gondolni, hanem inkább a káros és mérgező anyagokra, hiszen azért az Araltó híre, illetve a sorsa bejárja az egész világot. 1960-tól alapvetően töredékére zsugorodott össze, a vízkészletének elvesztette több mint 90%-át, területének is több mint 80%-át napjainkra, és hát megpróbálom megvilágítani azt, hogy például itt az ember mennyire hibás ebben, ugyanis lehet beszélni itt globális felmelegedésről, de az töredékét jelenti annak, hogy miért szárad ki az Araltó. Nekem ez a második közép-ázsiai állam, amit meglátogattam, Kirgizisztánban voltam először, ott is roppant barátságosak voltak, különösképpen a vidéki emberek, itt pedig ugyanúgy. Tehát ránk természetesen turistaként néznek, de megtesznek mindent, hogy úgymond jó legyen nekünk, tehát számukra ez presztízs kérdés, hogy milyen hírt viszünk tovább. Egyébként általában ezt mondhatom az ázsiai országokról. Életem egyik legnagyobb élménye Irán volt, amikor ott a perzsa vendégszeretetben volt részünk. Azért azt is hozzá kell tennem, hogy ezekben az országokban hát még diktatúrák, féldiktatúrák uralkodnak. Tehát az, hogy volt két sofőrünk két terepjáróval, az nem jelenti azt, hogy ők csak sofőrként működtek közre, hiszen ott volt náluk a műholdas telefon. Lehet, hogy rendes váltóruhájuk nem volt, de a műholdas telefon ott volt, ahonnan rendszeresen adták a jelentést. Vámbéri Árminról sokan hallottak, de kevesen tudunk róla. A Dunaszerdahely környékéről származó utazó rendkívüli nyelvérzékkel bírt. És ez a Vámbéri Ármin először Törökországba ment, ugye 19. század közepén járunk, ahol a pasa házi tanítója volt, török kávéházakban énekelt, és ebből próbált megélni, majd 1862-63-ban zajlott a híres közép-ázsiai útja, ami egyedülálló volt, ugyanis első európaiként tudott bemerészkedni ebbe a rendszerbe, hiszen itt tényleg az volt a rendszer, például Híva városában, hogy hát kicsit félreérthetően előbb ölték meg az embert, és utána kérdezték, és ezt végigjárta, rengeteg jegyzetet készített, az az érdekes, hogy magyar nyelven készítette a jegyzeteit, de arab betűkkel leírva, hogy ne tudják elolvasni, ne tudják értelmezni. Lekötözte a kezét, meg a lábát néha, hogy ne üsse a ritmust, ugye, mert a muszlimoknál nem szokás, amikor zene van. Túlélte az egyik legdurvább sivatagi szelet és forróságot, megmarta a skorpió, azt is túlélte, hihetetlen figura, és egy igen komoly anyaggal megrakodva jelképesen érkezett vissza Európába. Az más kérdés, hogy Magyarországnak nem kellettek az információk, és rögtön Angliába ment, ott kiadta, és hát többen ezért nagyon érdekes, és ezt még kevesebben tudják, hogy Vámbéri Ármint ott Közép-Ázsiában valójában árulónak tartják, mert ő, hogy kiszolgáltatott adatokat a hívai kánságról, ezáltal Oroszországhoz visszakerültek az információk, és pillanatok alatt elfoglalták azt a hívai kánságot, ami ugye számukra bevehetetlennek bizonyul. Másik cél, mondja Gruber László, hogy elhozzuk ezt a csodálatos világot Magyarországra a képekkel, hogy kedvet csináljuk arra, bátran induljanak útnak. Ez nagyon nem jó, hogy vannak ilyen előítéletek egyes országokkal szemben, de ugye Iránt említettem ott is. Tehát ezt nem szabad így felfogni. És egy viszont biztos, hogy nagyon alaposan körül kell járni azt az országot, a kultúráját, a viselkedési szabályokat, ahová az ember elmegy. Tehát természetes, hogy én egy muszlim országba nem combközépig érő rövidnadrágba megyek, ugye, és betartom az ottani előírásokat, ugyanúgy az étkezésben, az alkoholfogyasztásban is például. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!